Van szerencsém nagy tisztelettel köszönteni a Sportklub nézőit, Horthy Gábor vagyok, és egy nagyon prima kis mérkőzés vár ránk, Szerbia-Portugália a legjobb négy közé jutásért, és mivel Kassai Kézi Gábor rosszul tippelte meg az olaszok továbbjutását, vállalta a kijelentésének a következményeit, nem ő a Sportklub szakértője, hanem Kis János, az FTC Futsal klubjának a vezetőedzője. Szervusz János, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Gyors elemzést kérnénk erről a mérkőzésről, mi várható a szerbek és a portugálok között? Üdvözlöm én is a nézőket. Igazából, hogy mi várható, én azt mondom, hogy a habitus nyerhet a futszálon. Ha egyszer az oroszokat le lehetett győzni úgy, hogy ők futszáloznak, akkor azt mondom, hogy a szerbek legyőzhetik a futszált az akaratukkal. Ezt várom. Tehát legyőzhetik a portugálokat? A portugálokkal mi a probléma? Miért nem kerültek csúcsformába, hiszen hát ők Európa egyik legjobb csapatának lettek kikiáltva, és aztán mégiscsak úgy botladozva jutottak idáig. Megmondom őszintén, a spanyol meccset megnéztem, ott voltam kinn a helyszínen, és 10 percig nagyon jól játszottak. És egyszer történt egy kis hiba a bíróknál, vagy valami a pályán, és onnantól kezdve elvesztették a fonalat. És onnantól kezdve a spanyolok, ugye, menj, valami hasonlót érzek ma is. Azt gondolom, hogy nagyon szépen játszottak a portugálok, de az a szerb habitus, ha kijön, akkor... De hát őnek még nincs veszíteni valójuk, nem? Hát ugyanúgy, biztos, mint a cseheknek. Igen, igen. Na kérem szépen, lesz itt még a másik mérkőzésről is beszélgetni valónk, mert végignéztük a büntető rúgásokat, és hát felettébb különös dolgokat lehetett látni. Aca Kovácsevicet láthatjuk, a szerb válogatott vezetőedzőjét, és akkor következzenek a kezdőcsapatok. Rani Savljevic, Peric, Kocsics, Pavicevic és Rakic. A túloldalon a kispadra kerül csak a kezdőkapus. BBV ezúttal Leitão, Pedro Costa, Arnaldo, Gonçalo Alves, João Benedito, csak tartalékkapus. Mi ennek a magyarázata? Miért? Két gólba benne volt, igaza van. Igaza van a portugál edzőnek? Ha bármelyikünk kivédte volna, szerintem. Erős? Igen, azt hiszem, de nagyon köszönöm, nagyon hálás vagyok. Benne volt, tényleg. Nagy tisztesség érte a magyar futszát, ugyanis Kovács Gábor irányítja, ő pont háttal áll, Kovács Gábor irányítja ezt az összecsapást. A segítője Spanyolországból érkezett Marcelinho Blasquez Sierra, a harmadik játékvezető pedig Boris Sivics. Ez a Paplászló Arena, és hát megjelente mai sportújságban az, hogy hát ebből a sportból nem lehet többet kihozni. Ahhoz képest, hogy 3000-en voltak, ez egy kicsit merész kijelentés. A magyar meccsen meg 7000-en voltak. Én azt mondom, hogy nagyon látogatott volt ez a futszál. Nagyon örültem neki, hogy ennyien voltak azért. És most is, ha végignézünk a Paplászló Arénában, ha Budapest bocsánatot mondom, akkor elnézést, a Paplászló Arénában megint teltházban, miközben igazából ez nem egy magyar vonatkozású mérkőzés. Én emlékszem arra, amikor az Eurosporton játszott a magyar válogatott Csehországba, Kongó volt a csarnok neve. Igen, azért meg gondolom húzat volt és kivitte az embereket. Itt viszont nagyon sokan jöttek, úgyhogy ennek a sportágnak van azért itt élnivalója, meg támogatni kéne, nem herótozni. És egy ilyen szombati meccs után az emberek jönnek, mert kíváncsiak erre, és látják, és nézik, és ez a lényeg. Nézik azt, hogy a kis csapatok hogy jutnak előre, nézik azt, hogy a nagyok hogyan szenvednek, nézik azt, hogy a játékvezetők milyen bénák, mert ugye ezen a spanyol-olasz-orosz mérkőzésen, hát én kevesebb futszál mérkőzést láttam, mint Kis János, de volt már ilyen, hogy egy tiszta gólt visszavont a játékvezető? Hát figyelj, a 4000-ből, amit láthattam körülbelül az életemben, azért volt egy olyan 150. Ez a 151. volt. De ez gyakori eset? Hát ez nem. Egy tiszta ügy volt. Hát ez csak 4 labdányival volt bent, tehát ez itt még azért a szélén volt. Egyszerűen hihetetlen egyébként. Én kívülállóként azt mondom, hogy a játékvezetők nem nőttek fel ehhez a tornához. Nem. És ennek mi is a kárát láttuk, ugye Stefan Kammerer-rel. Igen, pontosan. Hát nagyon hiányolom, ugye imádom a Hámon Serrano-sonkát, és nagyon vártam, hogy egy gól után azért vagy csak kapok egy ilyen Serrano-sonkát. Hát ez volt a tét. Mert hogy Kis János ugye a spanyoloknak szurkolt. Igen. A szerbeknél hát egy új generáció, itt van Peric, akit nagyon tehetséges futballistának tartanak, és te láttad az oroszok elleni mérkőzésüket. Mi volt a véleményed? Hát... Hopp! Nagyon kellett védeni Rani Savljevicnek. Ez egy formás támadás volt. Hát egy kis egyszerűen alacsony löbbel, vagy ilyen kis passzat kiugratta. Hát ez az a koncentráció az elején, úgy érzem, hogy a portugálok ebben jók lesznek nagyon. Hát az elején. De majd a végén az akarat fog menni. Hát ott majdnem el is jött a rövidről a kapusra, hát lehetett volna egy sima kis gól is. Arnaldo volt az, aki elkövette. Esetleg egy pici emelést bele tudott volna tenni, vagy túl nagy volt a lendület? Ezt lassabban kell tudni egy kicsit ellőni. Ha lassabban lövi el, akkor kapus elfogy, a többit meg. Meg egy labdányival túl kell menni, az Gábor követte a szemüveget, remélem. Igen. Kovács Gábor, és még nincsen szabálytalanság. Kovács Gábor egyébként ott szemben játszik, pont a futszál föliratnál, ugye az egyes számú bíró, igen. Az mindig a túloldalon ácsorog. Hát
ez milyen egy tiszta gólt elvenni a spanyoloktól. Itt van az, amiről Kis János beszélt, hogy a portugálok itt az elején megpróbálják összetörni a szerbeket. Ők futszáloznak is a szerbek, csak akkor fognak érvényesülni, hogyha már nem annyira futszál, tehát az akarat fog szerintem, mert futszálban, mondom, a spanyolok ellen nagyon jól játszottak a portugálok, nagyon jól játszottak az első fél időben. Ez is egy ember belemegy kettőbe, tehát ez nem egy egyszerű, ilyet nem csinál egy futszál játékos. Érdekes volt, én azt figyeltem meg az orosz mérkőzésen, hogy a szerbek erőből akartak megoldani mindent. Igen, ez jellemző. Egy kis pályás focit játszanak egy picit, tehát látszik is ezeken a visszapasszokon, de mondom, nagyon jó a habitusuk. Mit csináltak a mai napon a szerb válogatott tagjai? Nem is a mai napon, de a legutóbbi napon elmentek egy magyar-szerb iskolába, és ott merítettek erőt, hogy hogyan menjen előre a szerb öntudat. Hát ilyen is kell. Kell. Fölhívtak szerencsére, mondták, hogy mennek, és így tudtam. És a szerb gyerekek tudták, hogy akik itt tanulnak Magyarországon, tudták, hogy ők. Én szerintem csak meglepi volt, de nagyon úgy tudom, hogy nagyon sikeres volt. De jó. Majd meglátjuk a játékot. Mit merítettek? Pavicevic, Rani Szavljevic, nem kapott el Pavicevic. Hatalmas nagy darab ember, őrületes gólt rúgott. Én egy picit azért vitatkoznék, hogy itt ilyen kispályás megoldásokat mutattak, mert a szerveknek rúgtak egy csoda gólt. Pontosan Pavicevic a csapatkapitány ez volt igaz, az, aki... de a gól az még nem biztos, hogy futszál. Ja, hát igen. Nézzük meg, hogy mennyivel másképpen játszák a portugálok, mennyivel pontosabban és mennyivel talpasan veszik át. Míg látod, itt megint egy egyszerű löv, amire ketten is kapcsoltak, de itt látszik, hogy egy kicsit futszálozni a portugálok fognak. Csak mondom, hogy kiderül, hogy melyik jobb. Arnaldo volt megint, aki nagy helyzetbe került, és most a Rani Szavljevic előszeretettel jön kifelé. Nem tudom, hogy ez mennyire szerencsés dolog, lehet, hogy Zsao... Jól fedezi a dolgokat, jól fedezi, mert az minél erőbb kell lenni, hogy minél szűkebb legyen a... Hát ott egy köténypazot próbálta, ami nagyon nehéz, mert még két ember volt. Ez kockázatos nagy, dolog, igen, ha bejön, akkor nagyon nagy csillogás, de ha nem jön be, fú! Igen. Ez kellemetlen volt, a 14-esen Rajcevic, ő próbálkozott, elég kockázatos dolgot vállalt egyedül. Ez jó dolog, hogy egy ilyen kockázatos mérkőzésre beállítja a BB-t, az új kapust? Szerintem jó döntött, mert ugye ott a végén ugye be is állt, hogy emlékszem, hogy onnan láttam. A büntetőnél, igen. Igen, a büntetőnél, igen. Én megmondom, jól tette, mondom, két olyan gólba volt benne, amit én nagyon messziről, hiába csőrrel meg mindennel, nem állt bele, nem volt készen. Jó döntés volt. Rajcevic, itt van napi portugál szurkolók, Rajcevic volt az, aki próbálkozott. Hogyha megússzák, meddig kell tartani a szerbeknek magukat, hogy a portugál rohamokat megússzák? Én úgy érzem, már is átestek egy picit, tehát mennek, de most lehet, hogy ahogy te mondtad az elején, ez egy sima egyszerű, nálunk ezt Jancsi Szögleknek hívják, egy ilyen... Rólad ellemezettek? Hát nem tudom, hogy kiről, de lehet, hogy rólam volt. Na mindegy, tehát az elején zárom az első embert, a védekező embert, és a második hátsó, ez egy ilyen alapszöglet. Ilyenkor egy edzőnek, amikor nem túl sikeresen veszik az első akadályokat a csapattagok, akkor, vagyis a válogatott játékosok, akkor a lelküket masszírozni kell, vagy ütni? Én hiszek abba, hogy ahogy te vezeted a mérkőzéseket, hogy ezt lehet viccesen és lehet emberi. És az a legfontosabb. Van olyan játékos, akit ütni kell, de van olyan a legtöbben, úgy kell, én mindig azt mondom, az ember akkor megy előre az élet, amikor viccelünk, mert akkor nem törődünk vele, hogy holnap meghalunk. Tehát ez lenne, az a játékban ugyanúgy jellemző, nekünk a játékosoknak ez kell. Tehát ott megint egy futszálos dolog. Kardinál volt, aki kapura csusszantotta a labdát. Ezt te honnan látod? Tehát, hogy csusszantotta? Nem, a Kardinál én azt mondom. Mondja valaki? A régi barátom. Ja, múrok vagyunk, így is volt a szlengben, nem? Megint nagyon szép bevitte az embert és a másik. Ez egy alap, ez fönn nyugaton már, illetve a fejlettebb, ugye ilyen futszálországban pont ez egy alap passz, és itt látszik, hogy egy picit előrébb vannak ebben. Kardinál a bal oldalon, ájjaj, a játékvezetők ténykedésére majd azért egy picit térjünk ki később. Jelenleg nagyon jó. Hát eddig semmi baj nincsen, mert a labdával törődnek Gábor, a Gábor a kedvenc játékvezetőm. És nagyon szeretem, mert ő az emberi, akivel mindig lehet beszélni. Tehát még hogyha téved, mondjuk nem láttam volna még, hogy tévedett volna. Ó, Kovács Gábornak, Kis Jánostól jött az üzenet. Kis Jánost egyébként én láttam munka közben. Nem olyan könnyű a játékvezetőknek veled barátkozni. Én jóba vagyok vele. Jó, az a semmi. Jó, most ilyen konzerv azt körülmények között. Azt hiszem, csak 6 meccset jutottak el, így csak 6 meccsre? Azt tulajdonképpen egyszer. Az egy fél szezon, nem? 4-et kaptam, meg 1-et, de még 1-et kivettem kódba, hogy mert csúnyán viselkedtem. És
füllettáborra valót is, nem? Látod, te... megint egy ilyen kockázatos passz volt, amit nem olyan egyszerű. Ezt inkább alányulok és a lábak fölött át, és akkor simán elmegy. A portugálok stílusa az a hagyományos elrúgom labdát és befutok a helyére? Hát inkább a forgásokon, vagy pedig ezen az erős passzokon átvétellel, igen, ez. De hát itt nagyon látszik, hogy azért nagyon távol vannak mindentől, de már két portugál olyan passz volt, amiről előbb beszéltél. Látod, most is egy ilyen, csak ez egy ilyen négy emberen keresztül levő erőltetett passz. A szerbek védekezéséről? Egyelőre még bírják, nem? Igen, egy kis de ez az, amit ők tudnak. Tehát, hogy ha kell, ketten vannak egyen, és félek, hogy az iskolai látogatottság az egy kicsit visszafogja. Na kérem szépen, ragyogó hölgyek, illetve vöröshajú férfiak, a Cékla nevezetű trombitás zenekar. Ők ezt a nevet kapták nálam, Izrael a labdával. És most Borojevics évén egy újabb hatalmas pasival, egy újabb hatalmas futszálossal erősödött a szerb válogatott. Ennek szemben, hogy itt van Borovics 13-assal, aki hát igen mély növésű. Majdnem azt mondtam, hogy Kérót, de nem szabad ezt mondani. Kassai Kézi Gábort megpróbáltam kifaggatni arról, hogy melyik típus a jó futszálos típus. A magas, vékony vagy az alacsony? Na nézzük. A Messi. Uff! Perics volt az, aki keresztbe gurította a labdát, és a kisember Borovics, ő maradt le a labdáról. Az igazság, hogy ma már nyugaton ezek a nagy darab emberek, hogy 180 fölötti vannak, olyan ruganyosság, olyan, hát mivel 6 év, hát egy kötényen milyen szép, ez az a futszál, ott egy pici, legközelebb már nem fog lemaradni. Ezek a nagy darab emberek azért hihetetlen fizikális képességek vannak, és ma már ugye megnézzük a 100 méteres síkfutókat, ami régen a Borzov idejében 170 centis balik voltak, most meg a 190 centisek. Hát most már el kéne kezdeni az 50 méteres futásokat a 170-eseknek, mert különben nem ér oda. Egy külön versenyszámot indítani neki? Hát figyelj, de muszáj. Letámadás portugál részről? Igen, ez a veszélyes. És hát ott biztos, de ez most a portugál volt egy kicsit önző, mert jöttek neki. Pedro Cari volt az, aki egy kicsit többet gondolt magáról, és finom csepp, Bebe Olba! Ezt nagyon szépen csinálták. Ez a lövő volt, amikor nagyon-nagyon el lehet szállni, ez gyönyörű volt. És azért volt egy kicsit nehéz neki, nézd meg, ahogy visszavesz, elég Perics. Nagy darab, és igen. Még most kell még utána, és ez meg a másik oldalt ugye, az én méretem az meg nem jött. Mert ilyenkor be kell lépni a játékba, nem távolodok, hanem jövök. Finoman játszok, valami elindult itt. Valami a szerbeknél? Igen. Őrületes vágtába kezdtek az oroszok el. Az oroszok nem is egészen értették, hogy hát velük hogy bánhatnak így a szerbek, ők meg maguk. Jó kigyúrt Koma Pavicevic, a csapatkapitány. Hát a iskolában most kapott azt hiszem valami. Kakaót. Azt mondta Kassai Kézi Gábor, hogy az olaszok, hogy nagyobb darabnak látszanak, direkt szűk pólót vesznek. Pavic! Ez szép lövés volt. Kicsit eltörte, de igen. Maga a játék, fölpassz, megyek. Ez egy kicsit rossz védekezésre ad, mert mindig itt látszik, látod, a közepét nem fogta, ilyenkor azt kell fogni. Tehát a közepét kell, az a játékos eléggé hibázott ebben. A 13-as számú játékos Pedro Cari ott ugye a bal oldalon. Talán a mi vesztünket ez okozta a csehek ellen, ugye, hogy mindig rárontottak ketten a labdát felhozó játékosa, és aztán azzal meg is nyílt a milyen, lehetőség. Milyen meccsen? A magyar cseh. Ja. Ott egy kicsit kifutott Borovics az időből. Ott kifutó ott modell volt. Igen. Egy alacsony termetű. Igen, alacsony erős. Ez az én méretem. A te súlycsoportod, nézzük, mit hoznak össze a portugálok. Leitão. A spanyol-orosz mérkőzés ugye, hát góltalanul fejeződött be, 0-0-val végződött, és hát az nagy csalódás volt? Sírtak az orosz játékosok egyébként a végén, az, hogy 0-0 hát lett? Általában a vereség után sok mindenki sír, van tisztességes falt volt. Pavicek, Kovács Gábor, jó a Gábor. Messze is volt tőle. Aránylag közel az orrához. Pavicevic, hiába próbálkozott ott Arnaldo, a két kapitány. Igazából különben ezen a meccsen, hogy sírtak, tehát én azt mondom neked, ha én vagyok a orosz kapitány, akkor biztos, hogy nem engedem, hogy berúgjuk, mert egy sima, szabályos gólt. Legyen fair play a szellemet. Jaj, hát nem. A lovagok korszaka az egészen más. De máskorban. Én az vagyok még, csak kis lovag. Kis lovag. Igen, de én hát arra gondolok, hogy esetleg az orosz szövetségi kapitány, szóval nem kimondottan a sportszerűség jegyében volt. Perics, ő keveredett az alapvonalhoz, és Señor Marcelino Blasquez Sierra, a spanyol. Amúgy visszatértem a kérdésre, de most... Rózsaszín, ez milyen cipő? Ez lehet, hogy egy új nemzet. Ezt a Kassai Kézi Gábor, amikor meglátta, nem akart elhinni, azt mondta, hogy ez egy utcai cipő. És tényleg, az egy utcai konverzív, egy magas szárú. Ugye én is dorkóba játszottam, és zokni nélkül. Jó, azt én értem, de azóta a világ egy kicsit... problémák vannak az ilyen zoknikkal, meg ilyen halottam. Igen? Igen. Hoppá, egy lehetőség.
Rani Savljevic, és aztán Arnaldo, ő az, aki méltatlankodik. Na, döntetlent vártam a meccsen, azt megmondom neked, döntetlent vártam. Az orosz spanyolon? Igen. Ők olyan hihetetlen magas szinten védekeznek, és látják egymást. Volt egy kedves barátom, futsaljátékos volt, mert most nem játszott az utolsó azon a bizonyos csem magyaron, ugye? Tóth Szabolcsnak hívják ezt a barátot. Ő egyszer azt mondta nekem, hogy egy igazi spanyol játékos már a mérkőzés kezdete előtt tudja, hogy hova kell állni, mert tudja, hogy hova megy. Ez egy fontos dolog. Talán ezért kaptunk ki. Mert hogy... Olyan játékosok kellettek volna, akik nem futnak és mennek, gyönyörű volt. Ez is második hiba, ez is hiba. Mondom, Gábor jól vezeti. Sárgát nem kell adni, mert tele van sárgával, tehát abban nem lesz gond. De pont azt mondom, hogy vannak olyan szintek a játékban, amikor mindennél többet ér, hogy lásd a játékot. Azon a cseh magyaron az 5-4-nél ott látok kellettük volna, és nem. Ahogy te mondtad, nagyon tetszett, hogy mégis te mondtad ki, hogy néha olyan nem alódi, az jó, ott ma az egy méteren belül futkározott, de mondjuk a Drót Zoli, akit én nagyon kedvelek, néha azért az ajtó jó, hogy be volt zárva, meg kiment volna. Kiszaladt volna a sarnokba. Ez egy hiba. Gonçalo Alves hibázott portugál csapat részéről, és az én számításaim szerint ez volt a második hibája a portugál csapatnak. Egyébként pedig a másik, ezt még egyszer mondom, hogy kívülállóként, hogy ilyen jó fiúként végigjátszani egy Európa-bajnokságot a Kassai Kézi Gáborral. Na nézzük, mi történik itt, Rani Savljevic, jól jött ki. Látod, hogy mennyire fontos volt, hogy kint legyen? Igen. Látod, mennyire, pedig egy nagyon szép fölpaszból volt. Nagyon jó, tovább kellett volna vinni. Ez tehát szép lövés volt. Valahogy kirakom az embert, és tovább megyek, és ez sima gól. Egy 22 éves fiatalember, Kocsics, Mladen Kocsics volt az, aki végrehajtott. A Rani Savljevic jól dönt? A lába között. A lába között próbálták meg elcsempészni. Fontos, kötény van, fontos. Igazából nem tetszett, mert spiccel belevágott egyet. Egy jó futcáljátékos ilyet nem csinál. Igen. Nem szabad sietni. A fejes csak ellenünk jön be, itt nem kell kereskedni. Mikor láttál utoljára a futcál mérkőzésen fejest? Láttam, sőt egyszer ugyanilyen 5-4-be, de nem mondom a csapat nevét, mert azt hiszik, hogy hazahúzok. Fejbe lőtték a úgymond a társat. És abból lett gól. És abból, igen, azt hiszem Németh Petit fejbe lőtték, Németh Petit fejbe lőtt a lengyelt, és abból egy gól lett, de agyrázkodás miatt hazavitték a... Jó, de ez egy kicsit más volt itt a cseh embernek a gólja, csapatkapitánynak a gólja! Ez is egy alapsz kis oldalba, rálépek teljes erőben, ez egy nagyon régi, egyszerű trükk, ez nagyon fontos, itt igazából egy vétele, az is probléma volt, látod, nézd meg, az másik hátrább volt, az zárta van kell, hogy nem menjen el. Arnaldo volt, aki egyébként eleresztette a lövés, és hát Rani Savljevicnek az is rossz volt, hogy a nagy darab védők pont kitakarták a panorámát. Ez a nagy darabok elég jól mozognak. Ahhoz képest, hogy itt az elején azt mondtad, hogy ezek ilyen kispályás módszert. Kezdem visszavonni, jó? Jó. Megint látod, megint ilyet nem csinálhatunk, nem szabad középen ezt bepasszolni, nem szabad. Másik hiba, látod? Szerencsé, hogy visszaért. Rani Savljevic megoldotta a dolgot. Borojevic volt, aki egy kicsit besegített, hát ő sem a pici emberek közé tartozik. Nem, igen. Látod, ezek olyan hibák, amiben igazam volt, hogy akár 2-3 gólon mehetne a portugál csapat, ha ezt egy picit itt odafigyelne. Csak ott is egy mi hiányzik belőlük? Mentálisan nincsenek fölkészítve? Valami, tehát én azt mondom, hogy a három legjobb játékosuk hiányzik, főleg a Ricardino hiányzik, aki azért talán Európa egyik legjobb játékosa. Ez visszaveti ám. Ez olyan, mint a nálunk a Lódi... Hopp! Hiba a szerveknek. Blokkolás volt ez. Erre mondtam mindig nekem a egyes játékvezetők, hogy hát semmi, ez labdára ment. Talán ezt is egy kicsit labdára vett, sima ez semmi nem volt, nem? Igen. Hát elpasszolta a srác a labdát. De nem is Gábor fújt. Így van. A 14-es számú játékos Rajcevic volt, Rani Savljevic igazgatja. Ő különös, hogy kesztyű nélkül véd. Hát ajánlom is neki, hogyha futszál kapusnál. Igen, nálak nem védhetnek a kapusok kesztyűben? Hát védhetnek, de havaslapátolva csak úgy. Meccse ne ide jöjjenek, nem? Igen, egy jó kapus, van, aki egy speciálisabb kesztyű, de egy igazi, a kidobások miatt, egy igazi kapus az... Hát ez túl volt játszva. Bármi, akár, hogy elment, túl volt. Ez egy kicsit túl volt espillázva, de azért volt benne rémület, mert mindenki csöndben várta, hogy João Matos majd hogy ír a labda. Itt volt, hát, ide keveredett a 4-es Pedro Costa. Ha belegondolsz, nálunk is volt egy-két ilyen pattogás, és ez nálunk gól volt. Hogy nem tudtuk, hogy... Tehát mi nem értünk oda azokra a pattogásokra. Nulla-nulla,
az állás, 10 perce játszanak, és kiegyenlített a színvonal, mert a szerbeknek már nem volt olyan nagy helyzete, de mégis biztatóan mozognak. Játékban vannak, csak azt mondom, hogy egy picit, megint amit mondtam, hogy a futszár jobban, látod, itt látszik, ez gyönyörű volt. Ez a futszár. Rani Savjevic második alkalommal védett úgy, hogy lecsúszott a földre mélyen, pedig ez egyszerű dolog volt, hűha! Lehet látni, hogy az Alberto, mindegy, ki az Alberto, az nagy zette, tehát lehet látni. Szép védés volt, mert megint zárta jól a szöget, ez nagyon szép futszár dolog volt. Borojevic hibázott egy kicsit Perica pályán. Ott van kis ember Borovics, megint harmadik hiba szerintem. Nagyon jó. Az az érdekes ebben az egészben, hogy senki sem... ez tiszta ügy volt, igen, nem? Tiszta, ez igen. Ez mindenhonnan látható volt. Perics kapott, ő annak ellenére, hogy egy hatalmas nagy darab popai koma, és szerintem nagy pályázik is, legtehetség... Jó számolok, tessék. Igen, igen, hát nem is gondoltam volna. A Perics ez a kézilabdás Perics? Nem, ez a Perics. Ez egy másik Perics. Itt mindjárt hátra fog menni az egyik, látod, lát is a sorfalból hátra ment. Szerintem miért? Túl is megy, túl is majd... Rajcevic, legurítása. Emiatt, látod? Aha. Tehát, mert ugye le van helyezkedve ott, és azt le kell zárni, és a sorfalban, akkor kimaradsz. Hosszáló Álves a kezdőcsapatban. Fölmaradtak a szervek. Ja, most letámadásra próbálkozom? Igen, egy kicsit. Nem olyan magyaros, mert nem megyünk oda, most kell oda menni. Mert a magyar úgy támad le, hogy 2 méterre megáll előtte. De hát akkor az csak kísérgetés, de nem az jó, csak szellőztetés. Szép volt ez is. Nem? Igen. Igen, hát ez csak ilyen ijeszgetés. De ez is egy kicsit, aztán néha egy picit előre mentek. Rani Savljevicnek nem lehet gólt rúgni, Gonzalo Alves volt, aki megdolgoztatta a szerbek kapusát. És hát az csodálatos jó dolog, hogy a Pap László így megtelt, nem? Nagyon, nagyon, megmondom őszintén, kimentem a szlovén orosz meccsre, és azt mondtam, hogy most kijövök, és 300 ember van. Hát botrányosan szenzációs volt, hogy több ezer ember volt az itt. Igen, az és igen. Én azt hittem, mindenkinek mondtam, ugye a kollégáknak, meg a barátaimnak, hogy nagyon félek. Nem félek. Ez a eddigi legjobb, amit látok, pedig már csak 25 éve vagyok benne a sportágban. Láttam már egy-két ebét. Igen, igen. A Joel is egy jó barátom, ő elég sokat járt Magyarországon. Ez szép volt. Szép volt Bebének. Miért nem fogta meg? Mert nagyon lepattant előtte. Fajt. Második szabálytalanság, Kovács Gábor. Sárga lapot fog adni. Marco Perics. Csőrre. Oh, és kifelé ment igen, a labda. Igen, igen, jó volt, igen. Váratlan volt. Aki hibázott, Rajcevic, ezekkel a sárgalapot kapott Rajcevic, és hogyha bejutnak az elődöntőbe, és ott megkapja, és esetleg tovább jutnak a döntőbe, akkor a szomorú az lesz neki, nem? Jó, hát ne kapjon. Hát ha Gábor nem vezet többet, akkor már nem lesz sárga. Hát a Gábor csak egy sárgát szokott egy meccsen lapni. Az jó. Már neki, Igen, igen. Ő egyébként vezetheti majd a döntőt, Kovács Gábor? Hát remélem, hogy ő vezeti. Hát ha nem, akkor balhét csinálok. Hát az a cseh bíróküldő ember, ugye, aki a cseh, tehát a játékvezetői testületnek az elnök, ez a cseh, már saját vérét nem küldheti oda. Igen, de az a megegyezés számított. Tehát mi odaadtuk a meccset, és a bírónk vezeti. Jó csere volt. Igen, láttad azt a kötény visszapasz? Igen, BB. Joel Queiroz, el is vette tőle, Rajcevic, Pavicevic. Ez is falt, na mindegy. A kicsitől? A Evandrótól? Igen. De hát azért Pavicevicet nem olyan könnyű megmozdítani. Hát ez látszott, igen. Gondolom együtt eszi a Sergioval a chipset. Ja, gondolom, igen. Az Azerivel. Igen. Jaj, el akartam mondani, hogy az azeri válogatott tagjairól lassacskán utcát neveznek el odahaza. Nagyon nagy hősök. Hát egy utca van, most már csak be lehet venni. Az páros oldal Szerzsó, a másik meg Tiágóé lesz. Már veled nem jövök többet meccset vezetni, az biztos. Hoppá! Az első gól! Na, ezt fogadok, hogy kötényben ment vissza. Tehát ilyenkor mindig, amikor toljuk, akkor ha visszaveszi és röviden veszi vissza, akkor kötényben, és azt a kapus nem látja. Most kíváncsi vagyok, hogy ez lesz-e. Hát ott valami igazam lett azért, mondtam, hogy az eleje a portugáloké lehet. Joel Queiroz volt a gólszerző, átveszi a bal lábára. És kötény, látom? Majd elmegyek futcálozni egy kicsit. Tehát ez a lényeg, hogy ide nagyot lép a védő, és odak a helyére vissza. Ez a Joel, ez például egy gyenge focista, mert a Murciába focizott, meg a Gödöllő ellen ott volt. Nekünk is lott, csak egy kicsivel nagyobbat. És tizet. Nem tizet rúgott, mert csak 5-4-re kaptunk, így levezetted. Ja, igen. És csak emiatt kaptunk ki. Ja, én voltam a bűnös. Igen, érzem én, hogy nincs helyem a magyar futcában. Abba van, csak ne játsszál. Pavicevic a labdával. Mondjuk így kezdődött az oroszok elleni mérkőzés is. Igen, én azért a én mindig a futcálnak, tehát
nagyon váratlan volt számomra, hogy a szerb akarat legyőzte ezt az orosz csapatot. Nem hiszem, hogy az oroszok a spanyolokkal akartak játszani, főleg azért, hogy most már sírva hazamentek. Ez is kötélypassz. Igen, hát, milyen kis egyszerű szép passz volt. Rakic a labdával sírtak egyébként az ukránok is, de hát azt mondta az edző Gennady Lisencsuk, hogy hát sírhatnak, meg hát most így alakult az élet, meg tovább minden. Megnyerhették volna. Megnyerhették meg, volna? Igen, a végén utolsó négyben négyszer eltörték a labdát. Ott a Sergio, amikor egyszer kijött egy nagy helyzetet, ugye meg is kapták a 3-3-at, utána volt négy olyan helyzetük, amivel kellett volna hozni a meccset. Ovsyennyikov lukat rúgott. Igen. Egy centiméterre a kapufát. Az a csarnok volt miatt volt. Igen. Túl sok volt a néző és igen, idegesítették. De más is megpróbált mentegetőzni ezzel, hogy minket zavart a sok néző. No. Érdekes, hogy volt egy-két jó fölpassz középre, ehelyett a szélét kezdték, ahol ott ugye nem sok babér termet, és pedig ezek a fölpasszok nem voltak rosszak. Látod, ez a kötény, ez nagyon speciálisan jól csinálják. Ügyesen forgolódott Rakic, csak hát odalépett egy védő. Ezeken a fiúkon én azért érzem, hogy nincs itt még vége ennek a mérkőzésnek, de természetesen ugye még hátra van. A futcának drukkolok, de a szerveket szeretem, de a futcának drukkolok, azt ne felejtsük el, jó? Ez még ne felejtsd el. Magyarországon, és már Kassai Kézi Gábortól is megkérdeztem, hogy lehet, hogy esetleg az 5+1 elsöprődik itt a 4+1 után? Mert Csehországban ugye, ahogy megrendezték az ez mindig egy olyan, nem számít. Nem számít, hogy 4+1, ki kell, kell egy bírót hívni, kiállít egyet-egyet, és már megy az 5+1, 4+1-be, és megvan oldva. Jó, hát igen, így ez... Én azt mondom, hogy jobban kell támogatni a 4+1-et. Ezt úgy értem, hogy ez is egy kis falt volt. Egy kisebb falt volt, igen, nem vették észre. A kezét kellett volna nézni, nem a lábát. Igen. Kardinál a labdával. Azért nehéz nézni, elég nagy darab volt, tehát nem biztos, hogy ugye lenézek. Nagyon nehéz ám, hogy az én kicsi, meg kell néha a játékvetőket védeni, mert ugye lenézi a lábát, és ugye fölmegy a 2 méter magasba, és ott is lehet lökni. Általában speciálisan nem látunk akkor kettőt. Igen. Kocsics volt az a fiatal ember, aki elrontotta, és mellette Kardinál, aki nagyon ügyes. Duarte! A főnök nem volt nagyon nyugodt. Igen, ott volt egy a spanyol meccsen, ugye erről beszélt. Igen. És csak jobb gólkülönbségükkel maradtak bent? Igen, hát már a végén már izgultam. Tehát, hogy a spanyolok ennyire baráti ország? Hát igen. A Kassai Kézi Gábor azt mondta, hogy hát az azért nem fog bekövetkezni, hogy ugyanannyit rúgnak a spanyolok, a portugáloknak. Én megcsináltam volna. Igen? Na, hogy tök jó, teljesen jó lett volna, örültem volna neki. Megmondom őszintén, a meccsbe a végén annyira szétestek. A portugálok? Megint helyzet lesz. Igen, lehetett érezni. Hát ez, amit nagyon jól csinálnak ilyen kicsikbe, amit nem lehet akarattal le. Ezeket nem lehet akarattal le, mert ezek futszál dolgok, és ott egy kis előny mindig van. Gonzalo Alves egyébként megint csőrre rúgott. Igen. Nagyon sok az egyéni játék a szervekben ott hátul. Látod itt? Lehetnének szerényebbek is! Jó emelés volt. Rani Szavljevic ugyan kiborította magát, de Kardinállal nem tudott mit kezdeni. Lehet, hogy tovább kell volna engedni. Ha tovább engedi, akkor a kapus ott marad, és be lehet passzolni az üres kapuba. Lehet, hogy egy picit. Érted? Csinálok egy passzcselt, és tovább megyek. De hát ő is kétségbe esetten kapaszkodott a labda után. Hát figyelj, ezek tudnak futni. Hozzá is ért, igaza van. Gábor. Pedro Costa az, aki egy picit őrjön. Hát hogy őrjöngött volna, hogyha nekik nem adják meg a... Ajaj. Időkérés, a szervek kérnek időt. Azt hittem Gábor kérte. Igen. Van azért történet, tehát oda-vissza. Igen, az a bajom, hogy a szerveknél túl sok az egyéni játék. Hát itt ez jó, mert itt az edző beszél, tehát ez a fontos dolog. A másodedző, Kovácsevics, ő a főnök, de az előző mérkőzésen az oroszok ellen is a másodedző beszélt. Fontos néha, tehát vannak, amit néznék az ember, akár a embereket, a másik edző meg nézze a játékot. És azt mondom neked, hogy nálunk is teamnek kell dolgoznia, és igenis a másodedző valamit lát, akkor menjen oda, hiányoltam is. Igen. Éppen a Tomit egy picit a nap megsértettem, nem akartam, csak pont ez volt a lényege. Frank Tamásról beszélt. Igen, nagyon... Szerettem a Tamás, jól áll a futszálhoz, de itt az a dolgunk, hogy segítsük. Tehát ha kell, én föntről leprohantam volna, de nem hiszem, hogy örültek volna nekem. Igen. Minden esetre Duarte szövetségkapitány eléggé indulatosan magyarázott, és hát az a lényeg, ugye ő a főnök, ő neki kell megmondani, hogy hogy táncoljanak. Helyre kell rakni a délieket, azért könnyű. Tehát ők is tudják magukat a spiritust. Tehát van bennük, amikor néznek egy szép kis jóhozattal. Nagyon szép volt. Ez a középső ember fontos, hogy visszalépjen, nagyon nehéz ellene védekezni. Peric kicsit kockázatos dolgot kezdett el Arnaldóval. Hát szerencséje volt. Itt a birkózásnak ez lett a vége.
És aztán megjött a cseh. Megjött a cseh. Tudod, aki visszamegy. A kisgyerek. Igen. Fritsch. Igen. Na de hát annak mi volt az értelme? Annak az volt az értelme, mert hogy a többiek pihenhetnek. Hanem... Az, hogy ő volt a kapus, és ha a kapus kidobhatta volna, akkor nincs, aki kézzel érte. Igen. Ezt nem gondoltam volna. Hát volt, hogy ilyenkor, tehát még ha lemarad, az se baj, mert ha nincs benne kapus a pálya, akkor nem lehetséges a meccset folytatni addig. És hogy itt lesánt, mennyi esze volt? Micsoda esze volt neki? Hát én például múltkor egy ilyen 11-esnél kirohantam a kapuból, leültem ott, nem rukadták rá, mert ugye nem volt kapus. Na ez nem igaz. De jól hangzik. Jó, igen. Óha. Arnaldónak elindult a vére. Mi a magyarázata annak, hogy egyre több a sérülés. Az előző spanyol mérkőzésen is... Egy picit a talajra azt mondom, hogy lehet, hogy azt mondták, hogy ez... Egy picit a vádliba belerúgott talán, de... Vagy... Nem? Szerintem orron vágta. Ja, van óra? Hát volt. Igen. Hát ott megint ez a középső, ez működik, és... Látod, ez a jó védekezés volt, hogy bezárt. Azonnal ketten rázáródtak. Ez hiányolom egy picit nálunk, ez hiányolom egy picit. Ez egy nagyon fontos futszá, főleg az olaszok szoktak, tényleg. Hopp, a szájára tett. Na, ott tartottál, hogy miért sérülnek meg a játékosok? Igen, én azt mondom, egy picit a talajba itt azért bármikor lecsöppen, tehát ne vegyük észre, hogy nem azért csúszik ez. Itt ugye fut az ember a Sergiónál, azt láttam, hogy egy egész csendes óceán volt. Tehát azért lejönnek a verejtékek, és egy ilyen verejték élet, ezt kell megtalálni a különbözetét, hogy egy parkettán vagy bármilyen a verejtéken azonnal csúszni lehet, érted? Igen, és ezt nem lehet észrevenni. Meg nem is lehet föltörölni, igen, pontosan, nem? Igen. Illetve a Sergio föltörölte, csak még vizesebb lett. Hát ott megint egy hasznos, szokásos. Ennek mi a magyarázat, hogy ilyen trapéz alakú a kapu, mert ez borzalmasan becsapós. Én nekem nagyon nem tetszik. A legnagyobb problémát látom ennek a kapunak. Rengeteg voltam oldalán, akár a mi meccseinket is, emlékszel, a Tamás is rúgott egy oldalon, Lódi Tamás is, aki az egész tribűn átment, megint látod, megint futszál volt. Megyek a hosszúra, nagyon szép volt. Mondjuk ebből támadást kéne indítani, tehát egy jó spanyol ebből támadást indít. Rakic volt az, aki estében kiemelte a labdát. Ez megbeszélt figura volt? Igen. Rani Szavjevic jó volt, hogy dőlt. Igen. Nem nagyon ízlik a szerbeknek a portugál letámadás. Igen, ott vannak jó, és ezt próbálják, és ez eddig nem jött be. Tehát hogy egyedül egyéni akciókkal próbálkozunk. És elég jó lába van a portugáloknak. Érdekes, különben ez volt a meccs a spanyolok ellen, és így történt, itt a végén történt egy kis probléma, és onnantól kezdve mentek lejjebb a portugálok. De most ott vannak agyilag. Most jók, hát meg ráadásul vezetnek is. Jön a hosszúról, hát nem jött. Pavicevic, Peric. Hát azonnal visszatámadnak, látod? Rögtön. Így lesz az erényből gyengeség? Pontosan, igen. Ennél több kell egy ilyen oldalberugásba. Tehát ebből lehet. Itt azonban, hogy mindenki jobblábas, és az már korlátozza főleg az ilyen balról elvégzetteket, mert ugye balosok jönnének erre. Ezért egy spanyol csapatnál, meg más ilyen csapatnál két balos, két jobbos, ez a legjobb arány. Ezt jól csinálják azért. Peric ügyesen tette föl, jön-e valaki a túloldalon, Pavicevic még megmentette. Igazából neki kellett... Csak kifelé viszi, igen, ezt látom. Itt igazából túl defenzíve, túl visszaállnak, néha merni kell előre menni. Most azért nem volt helyzet, mert ugye jött volna, hogyha előrébb lett volna a játékos, akkor abban pillanatban helyzet lett volna, de inkább túl biztosította. Mert ugye a paszt várta, és ebből képen túlságosan visszaáll. Itt nagyon fontos, vannak ilyen labdavonal, meg akármi, amit most nem kezdett mondani, de nem szabad ennyire hátul menni, hát nem ők vezetnek. Érdemes lenne a szerbeknek lehozni a kapust? Vagy még ez egy kicsit korai állapot, vagy ez veszélyes taktika lenne? Ez korai, tehát ami egy cseheknek 15 perc, addig például egy Murcia Luparese ellen, aki két elég jó csapatot, 1 perc 46, 8 helyzet volt. Úgyhogy lehozták a kapust? Két kapuba. Egy kicsit másképp játsszák, nem? Más a tempó? Hát a 15 percben kiszámoltam, 72 helyzetnek kellett lenni, hogyha Murcia csinálja. Hát akkor nem is volt rossz a cseh. De akkor mi milyenek voltunk. Ez az euró, hát igen. Ez szép, na... lesz, ez lesz szép. És nem ment megint. Látod, itt is látszik, hogy az ember nem gondolta. A 9-es számú, Gonzalo Alves. Ezt te honnan látod? Most már idegesített, hogy te mindenért látod. Egyfelől ott tényleg, a száma? Tényleg ez a szám. Azt hittem római. Nem. És aztán jött a kisember, Borovics 13-assal. Hopp! Ez jó volt ennek, igen, a szabjának, igen, a lövésnek. Ezt főleg kint csinálják, tehát kint most már, vagy gondolom el, az azeriek ezt, ebből gólokat rúgtak, meg helyzeteket rúgtak ebből. Ott a balos nagyon jó adja, a 9-es és a 10-es. Igen. Rani Szavjevicnek kellett megint. Jól jön ki a kapus, nagyon sokszor jól jön ki. Egyelőre ő tartja a lelket, igen, a csapatban. Igen, nagyon nagy különbség van ilyenekben most a portugál. Meg kell mondanom, hogy a portugálok gólokkal kéne, hogy menjenek. Tehát itt
futszál nagyon tud dominálni, hogyha... Ez finom dolog volt, és megérkezett a túloldalról Rajčević. Ez nagyon-nagyon finom csel volt itt. Nézd meg, még ennyi kellett hozzá. Egyszer Rani Szalmévicset be lehetne úgy csapni, hogy nem a földön lövik meg a labdát, hanem föl a feje fölé. Érdekes, mert mindig dupla lábbal lefelé megy, nézd meg, tehát nem jutott eszükbe még, hogy ez is egy kicsit fordított ítélet, úgy érzem. Jó, hogy jön a szünet. Szép volt. Rajčević, hátra Pavicevic, nem, 11-esel Borojević. Nézd meg, nem jön a segítség, ez hátra is kellett adnia. Borović. De messze állnak egymástól a szerb játékosok. Igen, itt középen meg kéne jelenni, és ő nem jelenik meg, hanem látod, ez sokkal erősebben kell passzolni. Hamarabb érjen oda. Megint el van bújva, látod? Nem igen, igen, meg is lesz az eredménye. Jó ez a kapus, él a játékkal. Ez igen, mert így kell kin lenni. De bármikor ő a következő védő, érted? Ha. Nézd meg, ebben a pillanatban ott is van. Rani Szavljevicet dicséri egyébként. Vladimir Rani Szavljevicet, Kis János, az FTC futsal vezető edzője. Mit lehetett tanulni ezen az Európa-bajnokságon magyar nézőknek, magyar futszálosoknak? Biztos néha azt mondták, de például az azeriek, nagyon bántott az azeriek, mert vártam, hogy több brazil lesz, hogy nem csak 9, nem csak még, mert 12 belefért volna. De a 14-es, nézd meg, látod mekkora hibák ilyen egyéni beindulásokban? Borojev is próbálkozott. Megint egy kis futszál. Ez már vége, most az erő jön, látod, hogy ki kapta. És hátra 5-9-ese Gonzalo Alves segíteni. Most játszanak a legjobban a portugálok az egész tornán. Igen, most látod, eldugják, kicsit már kezd idegesíteni. Látod, ez vissza is üthet ám. Szép megoldás, Rani Szavljevic! Orba rúgták. Vagy hát eljátszó, nem állítja meg a játékvezető? Nem volt direkt, nem kell problémát. Most az orra fáj, vagy a hónalja? Na nézzük. Egy jó kapus bele kell, hogy harapjon, ez nem is kérdés. Aha, az érdekes volt, Joel Queiroz. Hát, innen látszik legjobban. E fenyítés, nem? Nem, ez nem volt direkt. Az látom, nem? Most rá, ja, ez direkt volt, visszamondtam. Ez piros lap nálam. De ezt az alsó bírónak, a spanyolnak kellett volna, Marcelino Blázquez de Sierrasnak kellett volna. Spanyolban nem sok futcá van, tehát ahol ilyet csinálnak talán azért. De mivel háttal volt, ugye a gyors támadás volt, megvédem őt egy kicsit, mert innen a taposást. Csak ez mindig egy külön mozdulat, tehát hosszabbat lépés egy bírónak látnia kell azt, hogy nem a játékkal törődik, hanem valami másra. Megfenyítés igen. Volt, így van? Ez nálam piros azonnal, nem is kérdés. És megvédem a Gábort is, mert nehéz, főleg a testén keresztül nehéz átlátni. Ő meg a túloldalon igen, volt. Igen, az tudod, mindig azt mondom, hogy üvegen keresztül, tehát mivel az emberi test nem ebből áll, ez az egy percet szokta jelezni. Igen, igen, egy perc van hátra a mérkőzésben. Ezt még értem. Nagyon különös egyébként, mert az egyik helyszínen csak angolul mondják be az információkat, hogy fault, hány darab, 5, 10, nem baj, ha tanulunk. Nem hát baj. Jó, az a semmi baj nincsen, de hát... Most már az ország is átmegy. Ja, Európában vagyunk, igen. Vagy mi. Jó, de hát... Nézzek, elég jó futszáloznak, látod? Tisztán. Gonzalo Alves, Cardinal. Széle, igen, csak egy kicsit. Kicsit széles volt, Pedro Kárin. Ez kell inkább, akkor ilyenkor ilyen belefér, hogy befelé tekeredjen. Az a helyzet, hogy szétnyomják a szerbeket, nagyon nagy iparkodásban négyesen Janjić, semmi nem jön össze. BB-nek nem is kellett védenie szinte semmit. Ja, a BB véd? BB, igen, egy. BB. Duarte egy kicsit nyugodta, itt van Nick. Az nagyon különös dolog volt, akkor nagyon nevettünk a Gézi Gábor, amikor a srácot behozták a büntetőre, és az egyik a belorusz játékos pont a lába között laposan bevette. Igen, az első, igen. Rani Szavljevic mezőnyjátékosként is megelné a helyet, mert neki legalább volt egy fineszes átadása. Gonzalo Alves, nem nagyon... Ott vannak a portugálok, látod, mindenhol ők érnek oda, infantonon, lepattan, odaért. Tehát erre vagyok kíváncsi, a szervek mikor kattannak be. Arra vagyok kíváncsi. Beszoktak, nem? Hát be, az oroszok ellen is volt. Vízilabdába tuti? Hát most... Félek is, mert a kis gergőjéket vár, én is kis vagyok. Igen, lát, egy zárás volt. Zárás volt. Ez nagyon szép volt. Ha a Gábor fújta, akkor ennek örülök. Ő fújta. Ezt hiányoltam nálam már 10 éve, de most rögtön. Eljött a pillanat. Igen. Harmadik szerb hiba, a kicsike, Borović nem volt. Négy? Nem, én hármat számoltam. De aztán lehet, hogy egészen más. Mecce 3-1 volt, vagy az meccs volt, megint szép volt, látod? Kardinál. Az a helyzet, hogy a portugálok védekezésében a különös az, hogy leveszi talpal a szerb játékos labdát, és már ott van a portugál. Igen, hát ezért a lábuk nagyon jó. És ez hiddel ez a kapcsolás, tehát amikor ha látod, hogy mi fog történni, hamarabb ott vagy.
Tehát magyaroknál is néha az azeri meccsen azt hiányoltam, nem mertek megint, nem kapcsoltak, hogy azonnal induljuk el, és még a Molett is még bejött, igen. Molett? Ja, bocs. Jó játékos, de azért... Látod, milyen szépen... Gyönyörűen hozzá. Igen, és egy talpat. Na most ezért rögtön lezavarnám. Igen? Ha én vagyok az edző. Azt ott fogom kell csinálni, nem egy Európa-bajnokságon. De ez már gyalázás? Igen, itt a szerbek bekattanak, és talán megtudja, hogy mi az, hogy... A kap egyet, nem a bordájába. Hát na nem is, de a Bujvics, vagy hogy hívják, aki oda ütött most a kisgerzőnek? Igen. Hát most attól. Udovicsics, azt hiszem, az vert oda. Igen. 2 másodperc, 1-0-ra vezet Portugália. Joel Queiroz találatával. Uff, BB! A levegő ura. Egy összegzést kérek az első fél időről. Hát nem javultak föl a szerbek, tehát a futszál dominál, azt mondom neked. Egy kicsivel több, nem kicsivel több, sokkal többet futszálozik a portugál csapat, és ez jellemzi a játékot. Tehát jelenleg a futszál előrébb van. Mint az erő? Igen. Vagy mint a kis pályázás? Igen. Most ezt látom. A szerbeknek föl kell ébredni a második fél időre. Még egy ilyen kötény is fölébrednek szerintem. Köszönöm szépen. Egy kis pihenő, aztán jövünk Kis Jánossal is a második fél időben. Tartsanak velünk. Hanem azonnal büntetőrugások következnek, és ezek döntenek. Olá, eu sou o Cristiano Ronaldo. Olá, eu sou o Kaká. O que o futsal significa para mim? Futsal é velocidade, liberdade, instinto. Európa legjobbjai Magyarországon. Vajon meddig jut a kiváló magyar futsal válogatott? Itt razamilyen. Tekik. Forza. Szurkoljunk együtt az esélyes magyaroknak. Centração. Exatida. Futsal EB 2010. január 19-től 30-áig Debrecenben, Budapesten és a Sportklubon. Információk a www.futsal.hu. Ragyogóan érkeztünk meg a Papp László arénába, egyelőre a portugál válogatott vezet Szerbia ellen. Kovács Gábor, a magyar futszálnak egyetlen képviselője, ugye itt ezen a kontinens viadalon mellettem. Mellettem Kis János, az FTC Futszál Klub vezetőedzője. És ő azt mondta, hogy a portugálok nagyon jól játszanak, ők futszáloznak, a piros trikós szerbek meg hát egyelőre kapaszkodnak, de nem tudnak mibe. Ezt láttam. Reméljük, hogy most egy kis habitus lesz, és lesz egy kis... Na, ne vér folyjon, de víz folyjon. Valami azért történjen vele. A második fél időben voltak nagyon betyárok az oroszok elleni mérkőzésen a szerbek. Ezért mondtam neked, még egy kötény hiányzik, és megalakul ez a... Jó lesz ez a meccs. Pavicevic, őről azt kell tudni, hogy hát általában senki sem tudja felborítani. És hát ugye újra kezdődik a második fél időre is a számlálás. Szergióval még összecsaphat, nem? Az szép dolog. Megvárom. Lesz. Megvárom. Hát igen. Az jó kis kettős lesz. Mindig kint van akarja. Hát Rióba járt, gondolom azért. Rani Savljevic, aki az első fél időben a legjobb volt a szerb együttesben, ezt megállapíthatjuk közösen. Igen, ő hozta. Igazából a szerbek el sem jutottak az első fél időben Pepe BB kapujáig. Két helyzetük volt, két ilyen kis, látod, meg ez a közepe, ezt nem értem, hogy miért nem ezt erőltetik. De hát három defenzív hátul, látod? Igen. És nem jön senki, mindenki messze van a labdástól. Igen. Nem tudja odaadni. És most megint a szélét meghúzza, hogyha jól emlékszem. Peric. Hát meghúzta. Pavicevichez közel került a lehetőség, de BB jól mozdult ki, csak úgy, mint Rani Savljevic. Hát, itt azért lehetett volna alakul egy kis közel. Alakul. Mármint a szerbek részéről? Minden, ez kell. Tehát megpattant valaki, ne azért ment oda, mert nem oda ment volna. Gonzalo Alves egyébként tudta, hogy arra fog majd menni Peric. De mégis megverte a nagy darab koma 1-1-ben. Igen, itt ilyenkor be kell segíteni egy kicsit mögötte. Itt most már annyira rosszul csinálták az elén, hogy nem. Ez szép volt, ezeket jól csinálja. Csak visszafelé. Visszafelé nem haladnak előre. Peric mindent megtesz. Mindjárt kötény jön, csak nem veri most meg. Kocsic. Nagyon szép gólt rúgott az oroszoknak, ennyi. Saját levébe főtt meg a szerb labdakihozata. Ez a magyarban is egy kicsit néha előfordult, hogy így bebezártuk a dolgokat. Egyébként még egyszer hangsúlyozom, hát bizonyos szakírók arra gondolnak, hogy hát hogy micsoda egy gyönge Európa-bajnokság, micsoda egy gyönge kontinensviadal lesz. Debrecenben rendszeresen 3000 néző, és a Papp László arénában is 3000 néző látogatott, kivéve egyet a magyar cset, mert ott 7000-en voltak. Tényleg? Igen.
7700. Én voltam a 200, mert minden helyet elfoglaltam. Megmondom, hogy parádé. Tehát ezt meg kell mondanom, hogy amit már egyszer mondtam ezen a futsal EB-je, ez minden idők futsal EB-je. Nagyon-nagyon sikeres ilyen. Most már csak a magyar csapatot egy kicsit ugye fájlalhatnánk. De nem keverem be meg, még véletlenül kérdezel valamit. Kérdezek valamit tőled, így van. Pericset nézzük, megint a szélén próbálj meg elvinni. Nem, befelé jön. Ez látod, ez szép volt. Ez lett volna a játék, igen, csak Pavicsev is nem. Ezen múlik a bejövetel, lejött egy emberrel, és már is létszámfölény alakul ki. De Kocsics nem nagyon jött föl, mert hogyha a Pavicsevics esetleg visszatudja... Figyelj, Kocsics a Trabanttal volt, és valamikor bealakul, akkor jó lesz. BB, na így kell hát a futcát művelni. Ez egy szép kihozatal. Ott van, két érintésből, kardinál! Hát ez a futcá. 2-0. Most játszanak a legjobban a portugálok. Igen. Ott vannak fejben, azt látszik, hogy teljesen érzékelhető, amit csinálnak, és ők uralják a meccset. Haiti? Ja, igen. Kardinál, Rani Samuel... Most dőlt el először a kapus, most nem maradt először lábon. Igen. Kicsit ki kellett, ugye kivitte, merte most tovább vinni, amit előbb mondtam neked, emlékszel, mondtam, hogy kicsit kijebb kell engedni. Hát most bejött. Itt van visszajátszás, Debrecenben nem volt, amikor a büntetőt meg... Aja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 j
benézte. Abból lehet valami következmény? A játékvezetők szempontjából? Hát biztos, hogy a magyar bajnokságban nem hívjuk meg őket, hogy vezessenek azt a tudjuk. Szörnyű rossz volt azt nézni. Hát messze voltak, mert 4 méter. 4 méter, igen, meg az egyik pont ott vonalban állt. És az az érdekes, hogy az egyik játékvezető, a túlsó játékvezető nem adta meg a jogos egyébként simán a kapuban bent hempergő labdát. Csak ilyenkor mit nézhetnek? Azon gondolkozok. A nézi a rúgó lábat, vagy a kapusnak a lábát? Nem tudom. Nem? Pascal Fritz volt a vezetőbíró. Mögé passzolt. Ez előtte vagy köténybe passzolom, vagy a bal lába mellett passzolom, mert ma azon támaszkodik itt nagyon a meccset ki. Még egyszer visszatérve az orosz-spanyolra, az UEFA ellenőr egy portugál ember volt, Pedro Diaz. És ő volt az a kis fekete ember, aki olyan hajthatatlan volt, vitatkozott. Igen, hát a játékvető ki volt az? Úgy hívják, hogy Pascal Fritz, egy francia, illetve Edi Sunic, egy horvát. És hát szerintem a horvát játékvezető volt, aki azt mondta, hogy ez nem volt bent. Szépen felvállalta. Most nem akarok gonoszkodni, de nem sok futcát láttak ezek, tehát azt meg kell mondanom. Tehát csak az lehetett. Tehát ott megint kötényt akart. És megint nem segített senki Kocsicsnak. Ott vannak a portugálok nagyon ebbe a meccsbe. De a 2-0 az általában valami jelzés, nem a szerbeknek. Hát igen, általában akkor szoktak kicsöngetni, és akkor nagyon-nagyon kemények lesznek a szerbeken, csak hát ezek nem szerbek. Igen, most lesz érdekes, hogyha a véletlenül a portugálok szereznek egy gólt, akkor innentől ezzel mi is gyakorolni fogjuk nézésbe az 5-4-et valószínűleg. Mert hogy? Hát meg kell lépni, hát... Ja, hogy fölhozzanak igen, egy kapust. Igen, igen. Aha. Én is jöhetnék, de az most nem segítség. Az most nem olyan segítség. Tehát látszik, a labdák elpattannak, mindent kétszer igazítanak. Ez az a futszál különbség, amit az észre kell venni, egy futszál csapat észreveszi ezt. És itt látszik, hogy talán a szerbek is, pedig mondjuk az oroszok is tudnák futszálni, de ott néha az erő is dominál az oroszoknál. Tehát egy orosz csapat az egy órával előtte jön bemelegíteni. Igen? Igen. Míg a spanyol 20 perc elég neki. És a spanyol pedig véresen nyeri magát mindenhol, minden világbajnokságon. Hát kivéve, ahol nem indulnak a brazilok. Igen, már pedig olyan nincsen. Nem, hát azért a brazilokat eddig verték. Most is csak azért verik meg a spanyolokat, mert ugye legalább 6 darab spanyol-brazil van ott. Nézd, milyen szép volt fal. Mármint kik verik meg a spanyolokat? Tehát például most a VB-t meg ugye az összesen azért nyerték, mert a legjobb brazilok azok spanyol. Á, értem, tehát spanyol bajnokságban játszanak, de visszamentek a nemzeti válogatottba. Ezt abban bizonyítom meg, hogy itt volt ugye az Oliveira, tartott egy nagyon szép előadást, és mindent Brazíliában statisztikában van. És megkérdeztem, hogy vannak a védekezések, és mondja, hogy hát a brazil-brazilok, úgymond, azok nagyon gyeng, és a spanyol-brazilok, hát azok 90%-osan védekeznek a másikhoz képest. Akkor most már tudom, hogy miért nyertek. Ez milyen különös. Tehát a spanyolok megtanították a brazilokat védekezni. Milyen érdekes, nem? Ez egyébként a nagypályára is igaz, mert ugye aki Brazíliában otthon játszik, azok kicsit olyan szlengesen védekeznek. Akik viszont Európában, pontosan, azok pontosan. Megtanulják, hogy... Akkor te már láttál ilyet? Egyet-kettőt, igen. Vagy már meséltek róla. Perics megint kifelé fogja. Megint kötél, látod? Csak későn a center, el van bújva, akkor nem lehet ez jó. De ezek ilyen kétségbeesett megoldások, nem? Ezek csak ilyen rögtönzések. Igen, most már portugálok még hátrább is mentek, nézd, látod a köténybe, mondja csak mire odaér,
Ez meg ballábasnak kéne lenni ott az embernek, itt csak is ez az egy ballábas. Janjics, így van. Amikor, még egyszer visszatérve a cseh magyar mérkőzése, amikor egy ballábas irányító volt, akkor az nekünk pont jó volt, és aztán bekeveredett. Igen, ugye? Ott a 8-as, amikor váltott a 9-es játékossal, akkor lettünk bajban, mert a 8-as nagyon flagmán játszotta ezt a dolgot, és nagyon visszafogottan sétálgatott, majdnem góltolott, Rodzoli majdnem a lövőcsel csinál, akkor egy üres kaput lő. Tehát ezek érdekes dolgok, igen. Tehát itt kell tudni, hogy hova állunk. Mondom, ma biztos, hogy lesz az 5-4. Ez egy elég jó edző, a szervedző, egy elég habitusos jó edző. És a segédedző segít, ahogy beszéltünk. Igen, akkor. Igen, a segédedzőnek van mondani valója, akad mondani valója. Látod, ilyen egyéni párharcokban mennek bele, egy igazi futszál nem megy ebbe bele. Marek Kopecki volt az, aki igen, a mi hasznunkra hajtotta. Igen, azt őrugta, egy fontos gólt rúgott, azt tudom. Igen, egy fontos gólt rúgott, meg az előző körben is az olaszoknak is. Na! Ez már valamit hasonlított. Mekkora ünnep? Jó a légkör. Igen. Ez az egész BS-be, minden BS ez? Nem, hát nem már Paplászka ja. Arena. Régen a helyi. Régen egy amerikai elnök, nem? Igen. Ja. És én a portugál csapatot mondtam. Peric megint szép, megpróbálja. Nagyon szép. Most vissza, nem jön az ember. Látod, nem, ott maradt. És ott belép a játékba. Kis falt volt megint. Még egy nagyobb falt. És aztán Rani Savevic most meg kell adni. Így igen, van? Igen. Az első hiba a szerveknek. Nem volt más megoldás. Ez gyönyörű volt a Peric, nagyon szépen csinálta. Ez, Pedro Kari. És aztán a 11-eszer Borojevic volt. Más megoldás nem volt. Föl kellett rúgni, nem? Vagy hát nem fölrúgni, hát meg kellett állni. Hát lépni még, de hát ez sem megoldás. Az a baj, hogy nálunk itt megint futszágolt várok, mert elég jól benne vannak a portugálok ezekben a pontrugásokban, ahogy nézem. Ott vannak fejben. Ez nagyon fontos, hogy ezeket, mert ez fejbeli dolog, hogy oda rúgjat, pontosan rúg, nem elbe rúgjat. Tehát akkor kíváncsian várom. Kinéz jobbra, de nem oda fogja adni a labdát, így van? Hát a Kovács Gábornak akar passzolni szerintem, de itt egy befutások lesznek, és jön ez az ember, aki itt van a szélén. Ezt levélekezte. Ott van! Nagyon, hát, nagyon jól levedékezték. Nem ment el senki, nagyon jól levedékezték. De nem lehet az, hogy csak, hogy mondjam, nem tudtak reagálni erre a mozgásra? Nem, mert itt maradt a középső ember, látod, és ide kellett volna, mert ő lett volna ez a hatos. Az ötös, Joel Kejros. Igen, a Joel az elég jól lő, és ugye nem lépett a játékban, mert hoppá, látom, most ők támadnak vissza. Akkor most, ujj! Ajaj! Az lefújtál, a saját játékban. Hát ezt lefújtam volna a saját játékban. És sárga is, most figyelj. Most, szevasz. Bum! Kapott egyet Gonzalo Alves, nem akárkitől, Kardináltól a második gól szerzőite, és ezt a Pavicevic dumcsizgat egy kicsit. Itt valami asszonyi probléma lehet. Valami aféle, vagy édesanyák szintjére jutottak. BB igazgatja az embereket, de hát itt Pavicevic-sel szemben szabálytalankodtak? Hát érdekes, nem, oldalról semmi nem történt. Ez az első valami történet, és nem lehúzza, látod, ez az első valami, amit csináltak a szerbek. Csak picit lassan. Igen. Janjics. És aztán megérkezett mentésnek 9-ese Gonzalo Alves. Ez volt az első olyan, ami valamire föl volt építve. Csak túl sok volt a átvétel a passz, azért ennyi nem fér bele, belassultak. Igen, ez jó kifejezés. Letaktikázták magukat. Igen, túl. Túl taktikázták magukat. Duarte egy kicsit nyugodtabb. Jó, hát rágó benn volt, nem volt rágó. Jó levezetés. Peric. Ezek kedvére való a portugáloknak, ezek az egyéni akciók, nem? Mert ezeket simán el tudják intézni egy az egyben. Nagyon segítőkészek egymással, tehát nagyon jön mögöttem, most nagyon ott érzik ezek a dolgokat. Megint egy kötény, ez egy okos volt. Saját játék. És akkor meg lesz a harmadik gól! Ez hiányolom, hogy nem viszi be. Mert mire a kapus ott marad, szűken fogja a szöget, ilyenkor meg kell csinálni a cselt. Most ha bevitte volna, hogy jobban lövő, egyszer csak elfogy a kapus. És mivel dupla lábon van, tehát a magas alálő vagy bármi, az nagyon nagy veszély. Látom, most késő érkezett a védekezés. Először talán, ez gyönyörű volt. Peric, ez gyönyörű. Szöglet. Kezezésről beszél Pavicevic. Nincs is keze, ez nem. Rosszul látta. Nem. És még azon gondolkodtam, hogy az előbbi esetnél Kardinál miért nem válta meg, míg egy védő bejön mögé. Na nézzük a kezezést. Na. Beszorított, könnyékkel érsz hozzá. Két sárga reklamálás. Aha. Látod, hogy Pavicevic. Érezte, hogy látta a portugál, hogy mi fog történni? Nem, ez a nagy dolog. Igen, Kardinál volt az. Mindig, amikor, ez nem unalmas mérkőzés, két gól született, de nem unalmas nem, mérkőzés. Nem, ilyenkor történnek dolgok, jó. Igen. Kassai Kézi Gábor egyébként a... Ő volt előtte? Ő volt, igen. Csak hogy úgy volt, hogy azt mondta, hogy az olaszok tovább jutnak, nem jutottak tovább, és azt mondta, hát ezt a szégyet nem, hát, hogy nem tudja
jó, meg inkább lemondott. Portugál szurkolók. Én is azt mondtam, hogy a szerbek, de még a szerbekben nincs benne az a habitus, ha észrevennéd. Igen. És igen. Most már közeledik az idő, tehát amikor valamikor egy gólt kell találni, hogy visszajönnek a meccsbe. Tehát ez az a pont, amikor... Most kéne lehozni a kapust? Nem, most itt vagy találok gólt, vagy nem sokára lépni kell. Hát ez minden attól függ, látom megint a közepét. Most kettő is fönn van, ilyenkor nehéz ám. Nagyon nehéz. És megint alá kell nyúlni, hogy az eljusson oda. És aztán összezártak a portugálok. Igen. Hát ez jó védekezés volt. Igen. Ehhez értenek. Aha. Hát a lőlap. Így könnyű. Hát itt minden rajta van, minden jegyzet. Na akkor most nézzünk egy pengelabda kihozatát. Íme. Itt meg is van. Keményen odaütött Bogdanovics. Izrael. Bogdanovics új ember, és ő is a kicsik közé tartozik. A tornasor elejéről hívták be Bogdanovicsot. Látod, lő ki most a bal kezével egy kicsit, ott megtámaszt, és ennyi. És ezt Kovács Gábor igen. Látta. Hopp, hiba, második szerb hiba. Számításaim szerint. Hát megint kim vannak 3000 foglalkoznak. Jól éreztem magam, ugye eddig megadatott az, hogy mindig kim voltam, kim lehettem. Minden meccsen kit voltál? Igen, hát mivel a kispadon nem tudok lemenni, akkor itt nem hívott semmelyik csapat se. Nem voltam, de nagy élmény volt az emberekkel. Utána örültem, hogy akár a játékosok is kijöttek a csapatból, sokan kim voltak, mert ez egy, most én az egész futszáról beszélek, tehát így a válogatott is, játékosok is eljöttek, mert lehet tanulni, mindig is lehet tanulni, ez a legfontosabb. Az 5-4-et is meg lehet egyszer tanulni. Hát, igen, egyszer. Rani Szeljevic, Perisnek egyszerűen ki lehet ismerni a taktikát, vagy elviszi az oldalvonalat. Igen, ő egyéniben meg tud várni, és ő ez az ember előny. Erre is appellálnak, nézze, itt a három ember, hogy egyedül megcsinálj, látod? Már be is jött. Csak ott van már egy biztosító mögötte. Aha. Ezt kell látni. Erre figyellek. Perics próbálkozik, onnan lőni fog. Nem volt előkészítve? Hú, ez izgalmas volt, fölöttébb izgalmas. A BB, ha beleért, akkor beleért. De lehet, hogy a saját volt. Saját játékos. Na nézzük, ott kiderül. A nagy hústömeg. Saját. Ne, saját volt. Ajjajajajaj. Bogdanovics. De minden esetre nehéz ilyenkor kidönteni. Mi a figura? Megint középre bejött és a hátul. Igen, ezt le tudták lesni ezt a védekezést. Nagyon jól levédekezni. Fantasztikus, ahogy ott Evandro mélyre leviszi a testsúlyát és úgy lesi a támadást. Hát tudom, most ő indított és ezért rögtön megkontrázta. BB első komoly védeni valója, meg aztán a második. Aztán majdnem a csapattársa rúgta ki őt az oldalon. Látod, ez az okosat a Joelhez. Joel Kejros. Így van, már fönn is vannak a veszélyben. Egy becsúszás Bogdanovics. Lassú is volt, vagy visszahúzom. Látod, mert feküdt a játék. Igen. Most ezt hiányoltam a futszál. Látod, ez most a lövőt berakja, és még most is megy. Csúszik kifelé, igen. Nem már Stefáni is. A McDonald's lejönt volna. Igen. És ott nincs senki. Nem jött senki. Itt ez az, amikor már tartom az eredményt. Hát, hogy itt látszott. Azonnal három védő. Inkább hazaadom, inkább. Ezt hazaviszem, mert hadd jöjjenek. Ez nem szabad, ilyenből lejöhetnek nagyon. Bogdanovics. Igen, Zsaj Kejros. Lövő. Ugye lement, amit mondtál. Így hát van. Nem van is finoman mutatja, hogy mi a helyzet. 3-0-ra vezet Portugália. Joel egy gyenge focista. Igen. Látod, azért kellett, hogy kijön egy olyan, aki számtalan meccset játszott. És Spanyolországban játszik? És ő érezte, mert látta, hogy mit csinál ez a kapus, hogy dupla lábban lent, nézd meg. És most lemegy, először nem maradt úgy, egy kicsivel később, de megkövetett, mert várta, hogy lecseleze balra, tudod? Látta, hogy balra elhúzza, nézd meg, megvan a mozdulat egy pillanatra, most, látod? És csak alá. És hogy a balra ő lehúzta, igen, erre mozdult Rani Szeljevics. Igen, mert elhúzta és erre ment elő. Ennyi a... ő volt a futszálos. Ez érdekes, hogy látod, volt olyan kapus, akivel beszéltem, és azt mondta, hogy ugyanezt látta, és lassítva, hogy ezt fogja csinálni. És tudott reagálni, ez az érdekesség. Időt kért a szerb szövetségi kapitány. Hát gondolom most hozzák, mert nálunk is a táskában volt ugye a trikó, ugye a kapus cserélye. Most lementek az öltözőbe, mert valószínűleg. Az következik? Hát most valamit lépni kell. Ott van, Perics. Perics is, vagy nem? Nem, az nem kapus. Nem. Rosszul mondta, Perics csak cseremezben volt. Igazából ilyenkor mindig átnéz az oldal, most mit csinálnak, hogy lesz. Hát ott leütötték az edzőt, ami ezt csináltuk volna, mi lett volna. Utólag le lehetett volna találni. Kardinál volt az, aki nagyon barátkozott a szövetségkapitánnyal, Duarte-val. Joel Kejros duplájával, illetve Kardinál találta, 3-0-ra vezetnek a portugálok, és akkor bemehetnek. Igen, most kíváncsi vagyok, hogy egy kis falat volt. Lassacskán beköszönhetnek. Azért csak helyreáll a világrendje. Lehet, hogy spanyol-portugál döntő lesz? Hát igen, érdekesnek. Hát még a csehek hol vannak azok kivel?
Mindjárt mondom. A csehek az azeriekkel játszanak. Cseh azeri. Megmondom neked, most már ideges vagyok, mert Szabi mondta, hogy ha cseh is bejön meg, akkor én most abba hagyom a futcát. Én megfenyegettem akkor. Nagyon-nagyon rezeg a léc. Itt egyszer erről az ágról pedig a spanyoló. Ajaj, látod, most mondtam, ami most mehet el az a meccs, amikor a szerbek már túl... Sárga lapot. Aha. Ez visszaüthet. Most érdekes, hogy nem húzta meg a 10 perc, még gondolkozok, hogy egy góllal visszajövök, mert higgyétek el, aki jó csapat, amelyik jó csapat, tehát 15 perccel mondjuk láttam brazil vagy spanyol bajnokit, ahol lehozták korábban, de ott muszáj lehozni, mert olyan hihetetlenül védekeznek még hárman is, és egy cseh csapatot el tudok képzelni, hogy 15 perccel lejön előtte a kapus, de egy jó csapatnál még erre bőven van idő. Mert hogy bennük van, ugye? Igen, ők azért jobban értik, gyorsabbak, jobban passzolnak. Azért mondjuk a cseh csapat megnyerni, akkor abba hagyom az egészet. Akkor kész? Igen, hát most, ez most már azért... Csehország, igen? Fölhoztuk őket. Szépen megkeményítettük, nem? Igen. Onnantól kezdve bárkit legyőzhetnek. Igen. Most már nekik tök mindegy. Emlékszel, a dánok voltak így? A 88-as, igen. Összeértek a strandon. Gyerekek, itt van egy táska, ruha, menjünk a már. A Sergio is ott volt a strandon, de ez a napernyőket eladta, aztán visszajött a játékba. És akkor játszott egyet. Na, mondjuk azért az ő játékában elég sok ám a kockázat, mert a védekezés az gyakorlatilag a nullával egyenlő. Akkor rossz, hogyha kell egy kört futtom, mert akkor sose érek nem a pályára. Igen. Őt nem győzték le. Nem. A Gáborral tegnap itt hüledeztünk, hogy bármilyen tumultusba belement, mindig ő jött ki a labdába. Tegnap jól játszott az ezeri csapat. Jó. Ez a 10-es játékos elég. A Tiago, igen. Nem az 9-es volt, van ott egyben Biro Zsáder. Ki volt a szőnyeg? Akkor az is jó. Tehát igen, ők ketten. Diego? Bocsánat. Tiago, nem az Diego. Na. Ajaj. Ez most az új szabály szerint elvileg nem kiállítás. Amit én megmondom őszintén, nem értek vele egyet. Ezek nálam mind kiállítások lennének. Hát ezért nem különösebben törődött Kocsis a labdával. Igen. Mondom, hogy Trabanttal jár, tehát ez a baj. Azért Kocsis. Megvan a negyedik hibája, és aztán innentől kezdve én számításaim most szerint... Most már vagy 4-5 sárgán tartunk. Igen. Alakul ez a meccs. És jó körben nézi, látod? Hú, bizony. Nem kellett ott kitakarni az üléseket. Uff. Ez gyönyörű volt, Kardinál. Mondjuk azért ő is elalibizte itt a bajnokságot. Gyenge rúgás volt egy kicsit. Gyenge volt. Miért kellett ilyen trapéz alakúra megcsinálni a kaput? Mi ebben a jó? Igazából a fémeket se tetszenek, hogy benne vannak ilyen fémek. Nagyon rossz ötlet volt. Én a pályát se találom jó ötletnek. Nekem jobban tetszett a... Ötödik hiba. Látod? Mondtam. Most már rá is játszanak a portugálok. Itt így kell, nem? Igen, persze. Így kell. Persze. Hát ha én lett, na, akkor ezt nem mondom. Jó. De ott a magyar meccsen még mindig fetrengnék. Tehát ez nem csak, hogy meg kell rúgni az ember ellenfélt néha, mert megkívánja. Nem, az, legalább megmutat, gyerekek, itt van, hogy figyelj, én vagyok a házi úr, jó? Hiányzik a szalonna, tehát régen meg volt a szalonna, megettük, megcsúsztunk, érted, és egy kicsit hiányolom ezt a... Tehát erre mondtam, amikor az elején írtam néhány ilyen cikket, hogy csibésznek kell lenni. Nem? Igen. Hát egy jó nézd fiú meg, volt, csupa jó fiú volt a magyar város. Egy se volt oda, hogy leszakítom az arcodat. Legalább a lábát. Legalább a lábát, az arcát az hagyja. Egy lábon még lehet focizni, már láttam Brazilt egy lábon focizni. BBU tökéletesen lépett. Mondjuk ez nem volt annyira indokolt ez a mentés. Egy jó kapus ezt mellett leveszi, indítja és gólt lehet elő. Ó, igen. De jó, hogy nem vagyok Kis János játékos, igen. És nem vagyok kapus. Jó. Meccsen is így csinálom. Igen? Hát négy, na. Édesem, milyen gyönyörűen lett kifestve. Benne vagy a tévében. Jöhet fölfelé Joao Queiroz. Lövő. Úgy látod, megint megpróbáltam. Igen. De most már érzik, hogy csak most lábon marad. És a Rani Savjevic most már nem döntött el magát. Mondjuk nem is volt annyira éles helyzet. De van, amikor ennyiször csinálja, ennyiször, akkor le lehet tekerni. Tehát mindig az kell, egy jó játékos látja, hogy melyik lábára érkezik. Most itt dupla láb van, de le lehet ott tekerni. Hát a lába mellé. Fog még jönni egy ilyen. Nézd meg, megint ketten. És hazaviszem. Ezt kell, előbb is ezt hiányoltam. Látod? Ezt hiányoltam. Erről szól a futszál. Ezt a magyarok is csinálták volna. 4-1-nél. Vezettük? Hát valami afféle volt. Még nincs kint a labda. Ott van a rózsaszín cipő, és még összehozott Péric sem érti, hogy mi történt vele. Mondjuk az én csapatom ebben a rózsaszínben nem játszott. Tényleg? Nem engednéd be? De hát azt mondom, hogy mester, ebben rúgtam 300 gólt. Átirányítanám. Büszkeség csapatába? Hát figyelj, van olyan csapat kedvenceik közül, ahogy át tudnám küldeni.
Kérő is szokott, vagy a Kézi Gábor is szokott ilyen rózsaszíneket fölvenni. Igen. Perics, nincs hiba? Nincs hiba. Nem, nem, ez rájátszásról. Tudom, a régi időkben egy meglepetés értés, nem kérdezed meg, de én akkor is elmondom. Fehér Károly barátom nemrég fölhívott itt a stúdióba. Ezek a csibészek voltak meg, ezt akartam ebből csak kihozni. Olyan csibészek voltak, és azért talált meg minket, mert a kispályán is csibészek voltunk, és bárki olyan, egy Pribegy Laci olyan lövőket csinált, hogy a fél spanyol válogatott elment hazáig. Mert csibész volt, olyan helyről jött. Ezeket hiányolom. Nem lehet hátra tetkező futballistákat, futszálosokat nevelni. Nem szabad. Inkább beszéljek csúnyán, mint rendesen. A szerbek egyelőre csak nem, csúnyán nem beszélnek. Találják, igen, nem találják. Tehát nézd meg, minden egyes labdát átvesznek, és még kétszer hozzáérnek. És csak hátrafelé haladnak. És, mert nagyon a portugálok ott van. Nézd meg, hogy nem hezitálják túl, szép nyugodtan. Hát most nagyon ott vannak a meccsben. Mondjuk 4-0, akkor nagyon ciki lesz, mert az nekünk már nem jó. Ott van. Megjött az újabb. Nézzük meg, megint tanulhatunk. A védekezést. És olyan kérdés, hogy a fáradt nagytataként mozog ez a már, középen. Ez már rossz az egész. Ezek nem passzok. Tehát ilyet nem csinál egy jó. Nem csinál egy ilyet. Tehát ezek fáradt, ezeket meg kell lőni. Nem lehet ilyen fáradt passzokat adni egymásnak. Hanem egy friss, kemény lövésekkel. Keményet, igen. Látod, itt is egy egyénibe próbált, de ezek megint rosszabb fölállás, tehát nem teljesen. Rani Savljevic, Vladimir Rani Savljevic, mert nem annyira. Aha, látod, itt a vége. Ez nagy csempészés és falt volt. Látod, rögtön, ez is egy fontos, rögtön visszatámadott. Ezt különben a cseh kapitány jól csinálta, amikor a kapust fölvitte, és akkor ugye nem lehet letámadni. Ezt most itt nem csinálja meg de rögtön visszatámadtak most nagyon jól a portugálok. Ezt is kell csinálni. Itt két falt is van. Látod, utána meg egy másik falt. Igen. Na, ott van Perics. Igen. Ezért jött be Fritsch, ezért dobta be magát, hogy addig ne... Igen. Ez hihetetlen, igazi csibész gyerek, nem? De ez látod, úgy néz ki, hogy ott még szalonán nevelkedett. Látod, hogy milyen jól kitoltam? Látod? Nézd meg, most van a baj. És üres a kapu! Kicsöngettek Szerbiának? Két másodperccel hamarabb mondtam, de nem, lehetett látni. Ez az a drasztikus erő, amit én néha hiányoltam, hogy menjünk oda és egy prámjunkhoz, egy kicsit rosszul veszi át, mert főleg ott a 8-as az elején nagyon igen, Kopecki. Mi megnéztük. Igen. Aztán rúgott nekünk egy gólt. Így van. Rúgatott, meg fejeltetett egy gólt. Így van, rúgatott is tényleg? Igen. Ó, ezt már nagyon elnézte. Ott van, a másik ott biztosít, és akkor Drózoli jön. Lazic, ő volt az. Ráadásul nagyon ügyesen csinálta Leitao, mert befelé engedte a testével a játékos, hogy arra cselezzen. Ennél még az is jobb lett volna, kiteszi oldalvonalon túlra. Most ez így folytatódik, akkor 8 lesz közte. Igen? De valóban megállnak, mert... Hát 7 perc az azért indokolt 4 gólra. Most igazából látszik 3-2-t játszanak. A 3-2-nél vagy a rövidet kéne az egyik oldalt játszani, hogy egy nagyon erős lövésre a túlodat behúzom talpa, lövök. Ennek ez így nem lehet helyzet, látod? Négyen szépen tologatják egymást. Ott hátul, de nem haladnak előre. Igen, és mit védekeznek a portugálok? Ennyi. Most egy rombusz próbáltak, már visszaálltak 2-2-be rögtön. Tehát ez nagyon, tehát az a lényeg, hogy együtt dolgozik a 4 srác. Amit nálam hiányoltam, a magyaroknál az volt a legnagyobb baj. 3 előrefelé játékos volt, tehát a Lódi, a Gyurcsányi, meg a... Ott van! Igen, meg a Drót. És egy védő volt a futrébe, és ennek ezzel nem is leshették le a labdát. Ez nagyon fontos, hogy együtt dolgozzanak. Tehát ne előrefelé menő játékos vannak. De én nekem az érzésem, hogy a portugáloknál is van egy szalonnás játékos, 9-essel, Gonzalo Alves. Hát ő sem nagyon fogta vissza magát itt a fel. Igen, ez előző. Meddő, na! Na ez az a dolog, látom, most átmentek 2-1-2-be, amit végigcsináltak szinte a csehek, igen. És itt nagyon fontos a visszapaszt teszni. Itt véletlenül lelesték. Tehát ilyenkor nem a bepaszt kell nézni, hanem a visszapaszt. Vissza kellett volna, hogy jönni kellett volna valakinek. Igen, ott vissza, tehát az a, ugye 2-2-be védekezem ezt le, ugye a 2-1-2-t. Most nézd meg, a fölpasznál ez az egy szansz van, igen ez. Az ember megveri azt az egyet. Látod, hogy húsznak, másznak. Megvan a második hibája a portugáloknak. Itt ilyenkor van, hogy eltolódik az egyik oldal. Itt megverte, mert ott kettő ott van biztosítva. Kipattan a labda, hát ha Balázs Zoli lett volna, akkor nem pattant. Ja, őnál is most kipattant kivételesen. De itt mondjuk megpattant lövések voltak, az Zolit azért sajnáltam ezért. Hát talán egy kiszolgáltatott helyzet. Igen. Ráadásul az a fejes, az a dobjé, az pont jól a jobb felső sarokba ment. Hát ilyen nem lesz több egy ideig, az biztos a futszálban. Fejes gól? Hát
ilyen. Aha, ilyen. Már a legkisebb játékos kinézték rögtön. Tehát itt voltak azért. Tehát sok ilyen kis hiba volt sajnos ebben a meccsben. Sajnáltam az ilyen. Az illik itt előni azért a játékos mellett, vagy ha lába között akarja, akkor meg ne ott érte célodat. Az nagyon nehezen hajlik. Jól láttam esetleg, hogy időt kérnek majd a portugálok, így van. Ha hozzájuk hát kerül. Okosa... Hopp! Na ez a kiállt. Ez finom volt. BB, ügyesen védett. Bojovic visszateszi. Hát ez nagyon üres jó kapus. És? Falt volt, lefújja. Falt volt? Igen. Rakic, akkor jöhet a büntető. Bizony. És ha látod, a főjátszották, mert ez is ez a megoldás a középsőnek, és ő talppal, ez már egy begyakorolt valami volt, látod, és nagyot védett a kapus. Borovics. Hát ez szép húzás volt, ez egy szép begyakorolt, ezt látni kell, látod, ez a lényeg ennek, szép volt. Na, és akkor jöhet a büntetőzés, túl vagyunk ugye az ötön, Kovács Gábor. Még kacsintani is tudod, de ja. Hát ilyen is a meccs. Ott vannak a meccsben, így kell. Már csak a döntőt vezesse le jól. Megadják neki? Szeretném. Megérdemli, jó ember. Hát egy BB után egy EB-t is mi vezetünk, mi történik? Figyú, tegnap amikor ment egy mérkőzés, Ukrajna, jött a kamerás ember, és az egyik ukrán játékos mondta, nem, Borisov, az azerbajdzsáni játékos, a legkisebb, mondta, hogy menjen innen a kamera. Hát, én azon gondolkod... De gól is lett belőle. Ők kapta, nem. Nem lett gól belőle, de azt mondta, hogy menjen innen a kamera, mert az ellenfél látja. Bocsáss, hogy beleszólok, ez a lényege. 5-4 van, annak a védekezését át kell néha beszélni. És itt van a 8, jön be egy kapus. Igen. Tehát, Izrael. Amit akarok mondani, ez a lényege. Tehát nem másról akarok beszélni, arról föl kell építeni azt, hogyha valami nem stimmel, és rögtön kell várni. Ez ott van, ez az edző. Erről szól a futszál. Nehogy lehozzák a kapust. De ott van 8-assal Izrael, rajta van a mez, ott. Aha. Akkor ez ért a futszálhoz. Nem biztos, hogy szükség lesz. Bocsánat, nem kellett volna most megjönnie a büntetőnek? Nem, mert azt mondta, hogy közvetett volt, tehát hogy veszélyes játék volt, és akkor azt nem írta be. Gábornak fönn volt a keze. Tehát, hogy itt már azért jól lett, ez most azért sajnálom, egy sportolatnál azért minimum elvárás, hogy ezt kihozzam simán. Úgyhogy mindjárt fölállnak, jön ki. Na menjél már le. Látod, nem megy le. Akkor félnek a szerbek? Nem, hát a kapus le van fáradva, valami történt. Peric? Igen. Nem, tényleg. Hát ezek szerint akkor látja a kockázatot Kovácsevics edző abban, hogy esetleg 5-1 játszon. És hát 5-5 játszanak. Visszajön, hogy jön az a kapus, csak most jön. Ez túl lassú, tehát azért most azért pörgetni kéne egy kicsit jobban. Aha, itt van. Uff! BB nagyot védett. Látod, hogy megérte a kapust cserélni. Igen. Ez az egyetlen eszköz maradt egyelőre a szerbeknél, mert ott olyan sűrűn védekeznek a portugálok. Hát ezek a megoldások. Igazából megint 3-2 volt, tehát ilyenkor a középsőt beengedi, az viszi és lövi. Hát ez nem szabad. Szabad a kapu! Hát nem, most le kell támadni. Most jön is le a kapus, le kell támadni, föl kell tolni az egész védekezést. Ezért csinálta a Fritsch, ezért, hogy nehogy... Igen. Hát ez hihetetlen csibész gyerek. És még sarkali, ajaj. Megvan a szépítő gól! Ezt is két másodperc. A kis ember, Borovics, igen, előbb szóltál, mondtad, hogy ajaj. Hát az nálam már ajaj. Tehát lehet látni. És ez a pofátlan elnézés már úgy mér, egy spiccelés az emberbe, arra nem tud egy kapus rá. Hát ott volt egy sarkalás, volt egy laza átvétel, és ez lesz belőle. Ezért kell, mint az a Gonzá, akit mondta előbb, hogy el kell spiccelni, nem kell itt játszani. Most lesz az érdekes, ha a kapus lehozza a portugál, akkor ez egy finom dolog lenne. Ott van, lehozta. Le is hozta, lehozta Izrael 8-et. Akkor nem értem a játékot. A gólszerző egyébként a 13-as számú Vidán Bojovic volt. És most vissza a kapus. Tehát sajnálom, hogy nem csináltak, mert egy igazi jó csapat megcsinál egy minimum egy ilyenkor egy kezdé, egy olyan, ami a helyzet legyen, vagy föltolja. Tehát most lesz érdekes így a meccs. Hát ez már egy kicsit olyan... Emlékeztetett. Igen, európai sapolt volt ez már valami volt. Látod, ott a középső le van maradva. Igen, hát igen, akkor igen. Kicsit le volt maradva. A 11-esnek kellett volna, a Borojevicsnek kellett. Hát a Sörövicsit volt használta, nem a Borovicsit, és azért legyen Peric. Ezek a fontosok, amit érteni kell. Most is egy 3-2-ben, és a fölpassz van, a 11-esnek, hogyha ugye a túloldalon, itt meg ennek, látod, jön is a másik, ő értette. Csak itt jól lezártak a védekezésben. Ezt
nem baj, ha látja, mert az a rossz, amikor hazamész, és otthon jössz rá, mint edző, hogy mit csináltak. Látod, hogy jött a másik is? Ez a dupla kipörgés, jött az első, ugye a középső ember jött, az nem, ez a hátul megjelent, ez amikor érti. Ó, Eszterházy Márton és Ragadics úr, a Color Spectrum Aramis elnöke. Legalább most elmondják, hogy hogy kell az 5-4-et védekezni, hát így most... Na, hogy látják a hát Eszterházy Márton? Hát itt van, példa. Ja. Perics. Igen, ezt piramisnak hívják, amit most csin próbálkoztak a, ugye egy fejreálltott piramissal, de ezt inkább nem folytatom, mert azt hiszik, hogy Egyiptomban vagyok. Ezt jó, látod, átengedi ezt a gond, és bemegy oda, és befőtt, csak nem vette át. Nem sikerült Rakicsnak. Igen. BB nyújtása, Joel Queiroz, még lehúzta a levegőből. Hát most ez nem tetszik ez, ennél többet tud a portugál csapat. Látod, most jön az a remegés, aki bárkinél bekövetkezik, amikor egy kicsit remeg azért, hogy nehogy még egy gólt kapja. Na de hát a Tomi csak 4-2. Hát ez fart volt. A második, nem harmadik hiba a portugáloknál. Nem volt, az csak egy, igazad van, csak egy. Leitao azt mondja, hogy egyelőre csak egyszer rúgta bele a kicsibe. Bojovic, aha, forduljon meg. Őt az éri le. A spanyolt? Hát milyen meccsei lehetnek. Igen, de ő most az Európa-bajnokságon már aránylag közel áll ahhoz, hogy befejezze a karrierét. Már nem kap meccset, nem? Hát remélem, hogy a spanyolok bejutnak. Mondjuk neki drukkolok sajnos. Señor Marcelino Blázquez Serra befejezi a karrierét. Hát... Még a másik meccset talán. Még egy... Időmérő. Ez szerintem véletlen volt, nem? Nem, hát ezek véletlenek. A sárga is véletlen. Jó, kapom szépen, figyelnem kell. Jön rám, BB. Háromszor mondta, hogy elemozdul. Irányítani kell, igen, biztos azt mondta, hogy a Perics, nem? Három. Igen, azt mondta, kis dialektussal, de azt mondta. Megint ez a, látod, ez a piramis dolog megint, most rendeződött el, de már be is állnak újra. Nagyon milyen nem találják az ellenszer. Igen, hát jól, nagyon együtt vannak, nézd meg a mindenki egy kicsit, nem többet, amennyi kell. Ezt egy kicsit a Drót Zolinál egy hiányolt, ami túl nagy vehemenciával ment, érted? Látod? Ez így kell menni. Ez egy kis lökés szokott lenni. Igen. Örök alatta. Semmi. Mehet tovább a játék. Most kellett volna tovább menni, látod? Kellett ennyi, látod? Innen látom. Ezt ott kell, föl kell áldozni. Most kéne rosszul lenni. 2800 néző. Nagyon szép. Jó, hát mondjuk ha számolni nem tudok, de legalább enni-inni angolul, az elmondhatom volna magyarul is. 2800 néző, ezen a mérkőzésen is közben azt írják, hogy hát kinek kell ez. Nézd kinek meg itt a kapust, látod? És hátratolva. Na! Lát, meg lesz az ötödik. Igen, meg. Ez a csel, amit megint hiányoltam, látod? Mivel dupla lábon jön ki, csak le kell. Most, amit látod, amit most játszottunk, azt egy kicsit a Frank Tominak köszönhető. Azért egy kicsit kaserolom őt, mert ez a visszalépés egész a kapus hátul van. Igaz, hogy beszélgettünk róla, de hagyjuk neki, tehát ez a dolgot. Ezt nagyon jól megtartotta, még a magyar válogatottba is besegített. És látod, ebből egy gól lett. Igen. Csak egy kicsivel más. Akit el akarták küldeni a csapattól, Arnaldo rózsaszín cipős volt az. Jó, hát ezek után az én is elküldött, látod már. Minimum vegye le. Kb. Lehet, hogy egy jó cipő ezt áll. A Kéro teljesen kivolt, az, hogy ő még ilyet nem látott. Azt mondja, hogy ilyen divat cipőben játszom valaki. Kassai Kézi Gáborról beszélünk egyébként. 5-1. Alakul ez. Most már nem hoznám le. Tehát itt már nem sok értelme van. Talán azért, hogy ne kapjanak többet. A Rani Szabjevicset? A kapust nem hoznád le? Nem hoznám már le, igen. Na de hát amúgy meg nincs erő bennük. Hát öten fölviszik, de négyen nem tudják. Egy kis, legyen egy kis vér folyjon már, vagy valami, érted? Tehát azért... Ott van a túloldalon a szabad ember. Na végre! Ez az egy szansz van, igen. Egyből! BB. Igen, egyből. Egyből kellett volna, nem? És pont jó lábára. Jaj, nem, csak szurkolom. Hát mellette ülök. Igen. Valamivel látom. Most azért már ragadt róla valami. Te is még olyan hencegni is fogok, jó? Figyelj, esküszöm, hazamegyek, leülök és vezetem a meccset, és ott fogok veled beszélgetni. Csak nem válaszoltam, mindegy. Tehát ott megjöhet egy ilyen, ezt mondom. Áj, de kár volt érte. Ezt most visszavittem volna, látod, nem kell ezt sietetni. Attól még idegesebb az ellenfél. Látod, átvette egy rossz, átvette, szép védés volt. Szép védés volt. Ezért elment a kezed. Rosszul vett át a... Igen, ez jó. Joel Queiroz. És itt a következő. Ja! Nem, ez most rosszul. Ilyen
ilyen kaputon arrébb rántanám simán, nem is szórakoznék. Ha úgy alakul. Volt egy vége, akkor befutott egy újságíró. Emlékszem, volt egy videó, az első Uruguayon a hazai csapatnak így rávezett egy kapus kicsercég, és rágon is berolt egy újságíró, és kirúgta. Örökre kitottulak, de nemzeti hős lett. Ha 5-4-ét tudom, én is berolodok. Berolhatsz. Mert Sós Feri barátom ott van, nem is értettem, hogy miért nem rohadt meg. A kaput fölborítottam volna. Egy kis balhész, megvan a meccs. Na úgy néz ki, hogy hallgat rád, de nem. Mert Perics bejön, azt hittem hallgat rád, de Kovácsevics edző. Én örülök, hogy Gábor ilyen meccsen van túl. Látod, ez megint egy ilyen, csak lassú a labda, ezt meg kell ülni keményen, hogy ezt, ha már ilyet tanítok, akkor az itt a vége, fuss el véle. Majdnem, na ez kellett volna elejétől fogva, nem? Ez kellett volna. De őnál odaértek, mert a mi játékosaink kirohantak, ez kell egy kicsit, tehát nem lehet egy hét alatt ilyet megtanítani. Ez nagyon komoly, nézd meg a spanyolokat, ezek együtt mozognak. De mozogtak. Ez klub szinten kell, igen, hogy együtt mozogjanak. Igen, persze, persze. De hát ha le is jöttett volna hozzám, hát most azért én szívesen megvártam volna. Nekem is elmondhatják. Bojovic. Ez a labdalevétel. Egy kicsit hibás volt. Na úgy néz ki, hogy a portugálok benn vannak az elődöntőben. Mondjuk ez az idő még veszélyes nekünk. Hát itt voltunk borul, itt mentünk térdre imára, ugye? Hát én leestem a másodikra. Akkor még a tű még ilyenkor ötöttel jó voltunk, ugye? Hát és most már nem voltunk jó. Most már nem igen. voltunk jó. Hát az milyen becsületes, a szervek azért rendesek voltak, azt mondom, hogy... Nem jött a fenyítés. Hogy igen, hogy az EB szellemébe csak hadsárgával levitték ezt, ahol nem szokott sárga lehet, azért igen, rendesek igen. voltak. Ügyesen vezette Kovács Gábor a mérkőzés, mondjuk korrekt derbi volt. 5-1-re győzött a portugál együttes, egy gyors összegzést kérek Kis Jánostól. Azt hiszem nyert a futszál, és a szervek erre hamar rájöttek, és innentől kezdve nem volt meg a recept erre. A portugálok meg volt a habitus, látod a két edző tud buszilni, nem bemegyünk, hanem úgy érzem, hogy megérdemelten nyert. Nem lett igazam, de a futszál nyert. Na most a következő helyzet, hogy Csehország Azerbajdzsánnal, Spanyolország meg Portugáliával fog játszani. Így most már nem kell abba hagynom, mert a Csehország ugye egyik kiesik mindenképpen. Egyik kiesik. És innentől kezdve a Tóth Szabinak nem kell azt mondom, mert mondtam, hogy abba hagyom. A vidag két döntős lesz, így nem. Jó. Köszönöm szépen Kis Jánosnak a szakértő véleményét, nézzék tovább a Sportklubot, Porti Gábort is hallották, viszontlátásra.